rendben, most hát elérjétek, hogy elnézést kérek az iménti kis incidens miatt. Hát elfelejtettek a mikrofont, és most már kinevadom a kezemből. Hát én nagyon-nagyon örülök, hogy itt lehetek, és ezt nem csak a saját kezembe mondom, hanem az egész csapatunk nevében és Eszti nevében is. És remélem, hogy ti is örültök, hogy itt vagytok, és annak is, hogy mi is itt lehetünk. Én először is nagyon-nagyon nagy hálát szeretnék adni a református szeretett szolgálatnak, ugyanis nélkülük ez nem jöhetett volna létre. És én nekem ez egy nagyon nagy ajándék, ugyanis én még nem jártam itt. Úgyhogy nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy ilyen sok kedves emberrel találkozhatom. És megmondom őszintén, hogy ilyen kedves fogadtatásban már régen volt részünk. Habár minden is kedvelnek minket, de ez azért nagyon kedves a mi színünknek. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy ilyen nagy szeretettel vártatok minket. Ezért nincsen
Elérkeztem az utolsó dalomhoz, és utána már is átadom a színpadot a nagy kedvencetnek, Karavelnek, és egy olyan dallal készültem, ami pedig nevezzel. Egy nagyon gyorsan, egy nagyon bulizóssal, és az a cím, hogy Blame It On The Boogie, és nagyon köszönöm, hogy itt lehettem. Az embereknek köszönöm.
köszönhető, mert amit mondtam a színpadon, és én teljesen úgy gondolom, hogy ez az emberek összefogása, hogy befizették a belépőjegyet abban a tudatban, hogy ez olyan helyre megy, akiknek ezzel tudnak segíteni, és ők voltak a plusz. Mi egy ugyanolyan koncertet próbáltunk csinálni máskor, természetesen ez mindkettőnek nagyon-nagyon fontos volt, és nagyon sokat készültünk rá lelkileg, meg akár így szakadnak is. Koncertről jobb üzenet nem kell, én is egy cigány telepen nőttem föl, elég sűrűn vissza is látogatok, úgyhogy nem akarom túlságosan elcsépelni ezeket a mondatokat, de valóban lehet nyugodtan merni álmodozni, nem csak arról, hogy valaki énekes lesz, vagy zeneszerző, vagy ismerem, hanem arról, hogy legyen egy boldog családja, meg egy normális élete, úgyhogy ezek is nagyon-nagyon fontos célunk, és talán ez a legfontosabb azon kívül, hogy az ember, hogyha tanul, akkor elérhet magukat, meg hogyha kitartam. A Megasztárnak egy olyan jelenége van már, de külön vélemény vagy. Külön vélemény, tankóz. Minden változtatta meg a Megasztár. Számomra most igen aktuális és fontos dolgot akkor elmondtam, hogy most nem sokára természetesen ezt a hosszú távú dolgokról beszélt, hogy vannak a legjobbunk a lemezel, de mindkettőnek vannak ilyen rövid távú célunk, akár ezt most éppen stúdiózik folyamatosan, meg hangszerelt dolgokat meg felveszi, meg ilyen. Ugyan is egy rövid távú dolog, aminek az ember megpróbálja maximálisan eltállni, de akár a mai koncert szólára is sokat készültünk fejében, lélekben, és én tudom, hogy ezek a rövid távú célok hordozhatják magukban a hosszú távú akár sikereket, akár eredményeket. Úgyhogy mindig próbálunk az adott kihívásoknak 100%-ig megfelelni a legjobb tudásunk szerint. De természetesen hosszú távra is mindig előre gondolkodunk, hiszen ezért ebben a szakmában kell, hogy előre gondolkodjon az ember. Én is jövő márciusra tervezem tudatosan a lemezemet, majd talán jövő hónapban már el is kezdek rajta konkrétan dolgozni. Nekem ez a hosszú távú célom. Meg természetesen az aktuális lemezemet még promotálni, videóklipeket készíteni, esetleg ilyen tök jó ilyen dolgokat elvállalni, és akkor együtt működni itt a Református Egyházzal. Úgyhogy nekünk most ez nagyon nagy ajándék volt, hogy itt lehetünk,